szorítunk azoknak a fiataloknak, akik most ezekben a napokban az érettségi vizsgán vesznek részt. Bízom benne, hogy jó eredményt fognak elérni, és bíztatom őket, hogy nagyon koncentráljanak oda, mert ez most az életük egyik legfontosabb döntése, egyik legnagyobb lehetősége. De ugyanakkor szorítok és gratulálok azoknak az egyetemet végzett fiataloknak is, akik most ezekben a napokban az államvizsgára készülnek, és rövidesen ki fognak kerülni a munkaerőpiacon. A Hargita megye tanács alárendeltségében működő fejlesztési ügynökségünk gondozásában a Hargita hazavár.ro projektet ajánlom mindkét kategória figyelmében, a szakma, a munka lehetőségek és egy sor ügy tekintetében, ami érinti a munkának a mezeit, a munkamezőre való belépést, ami egyik legnagyobb dolog egy fiatal számára, próbálunk hasznos információkkal szolgálni. Az a kérésünk, ha 12-t végeztél, ha egyetemet végeztél, a Hargita hazavár oldalon az állások pontra, linkerre ki tudod választani azokat az ajánlatokat, amelyek a kezdő állásokra vonatkoznak, legyen szó egyetemi végzettség vagy középiskolai végzettségről szó. Minden fiatalnak azt kívánok, hogy itt Hargita megyében kapja meg a munkaerőpiacra való belépést, egyik legjobb lehetőségét. Maradjatok itthon, hogy családnak az építésén gondolkodjatok, és számítsatok a megyei tanácsnak a közreműködésére. Ha valaki vállalkozni szeret, munkát keres, bármilyen gondja, problémája van, van egy nagyszerű csapatunk, aki azon dolgozik, hogy neked, önnek könnyebb legyen, és a megfelelő segítséget megkapja. Viszont látásra kérem, hossza meg a videót, akkor is, hogyha ön nem 12-es, vagy nem egyetemet végzett, mert lehet az ön baráti, ismerősi körében vannak olyan személyek, aki állást keres, aki itthon akar maradni, vagy, ahogy mondja a honlapunk címe is, Hargita hazavár, vagyis akit hazavár. Viszontlátásra!